Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet Isten igéjét, az ige hirdetés alapigéjét megírva találjuk a Jelenések könyvében, a 21. fejezet első 7 versében következőképpen. És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy mennyasszony a férje számára, föl van ékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a királyi szék felől, íme az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük. És ő letöröl minden könnyet szemükről. Halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A királyi széken ülő ezt mondta, íme újjáteremtek mindent. Majd így szólt, írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak. És ezt mondta nekem, megtörtént. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak, az élet vizének forrásaiból ingyen. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz. Ez az alapige. Keresztény gyülekezet, drága testvéreim Jézus Krisztusban, a jövő biztosabb, mint a múlt. Ezt a mondatot olvastam néhány hónapja Karl Rahner, német római katolikus teológus egyik írásában. Megdöbbentett, irritáló, provokáló mondat, de igaz, a jövő biztosabb, mint a múlt. Nem hagyott azóta se nyugodni, hogy, hogyan kell ezt értenem. Gondolkoztam, gondolkozzunk együtt. Ma valóban elég sokat keresgélünk, kotorászunk, kutatunk a múltban, a közeli és a távoli múltban egyaránt, és kiderül, hogy ahány ember annyiféle múltlátás, annyiféle élmény, valóban nem biztos a múlt, árnyaltabb, bonyolultabb, szubjektívebb, mint sokszor véltük. 40 esztendő, 50 esztendő, az első világháború előtti boldog békeidők, ahogy nagyszüleink mondták, mesélték. Mi mindent hallottam, láttam, éltem át én is 1926 óta. A múlt bizonytalan. Júniusban Fasori gimnázium egyik osztályában érettségi elnök voltam. A második világháborúig vették a történelmet. És egy lány nagyon fölkészülten beszélt arról, hogy mi is volt. Aztán hallgattam, figyeltem. Én átéltem ezt az időt. Valóban az volt, amit ő mondott? Az is volt. Máshogy beszél egy gyermek, egy érettségiző, egy egyetemista, egy középkorú, és egy idős. Ugyanarról az időről, mert a múlt az bizonytalan. És a jövő, az biztos, már maga a kifejezés is provokáló a jövőt illetően. Biztos, ahogy a Héber levél írja, hogy biztos a halál, elvégezett dolog, hogy mindnyájan meghalunk, s utána az ítélet. Sőt, ezen a vasárnapon hirdetjük, hogy a föltámadás és az örök élet is, és nem csak azzal foglalkozunk, amivel általában, hogy hogyan kell etikusan élni, keresztény vallás erkölcsös alapon, hogy itt, ebben az űrhajóban, földünkön elviselhető legyen az élet, hogy az utitársakat ne bántsuk, és ők se bántsanak minket. Most arról van szó, hogy nem csak utasok vagyunk ezen a világon, régi eszközökkel, vagy egészen modern eszközökkel, hanem egyszer megérkezünk, és ez az ige erről beszél. És egyre jobban értem a mondatot, hogy a jövő biztosabb, mint a múlt. Biztos,
Mert amit fölolvastam, az nem vízió az én számomra, hanem kijelentés. Magyarban nem csak ásatag, ennek a könyvnek a neve Jelenések, ki használja ezt buszban, metróban, utcán, otthon, senki, hanem egyoldalú is. Mert mi a vízió, a hallucináció egy párja, az ember, az extázisban lévő ember, vagy a droggal befolyásolt ember lát víziókat. De ez több, mint vízió, ez kijelentés, az apokalipszis szó, vagy a reveláció szó, az isteni kijelentést jelent, és ezért merem mondani, hogy biztos, nem azért, mert egy beteg vagy betegesen álmodó ember tár elénk valami zavaros képet, hanem mert kijelentésnek, sőt, vigasztaló kijelentésnek tartom a Jelenések könyvét. Nem csak apokaliptikus lovasokat lehet idézni ebből a könyvből, mint szokták, hanem a gyülekezet, az egyház vigasztaló irata ez, hogy mégse a rossz, hanem a jó, hogy mégse a gonosz, hanem a bárány győz. Isten vándorló népe, vigasztalódj, utas vagy, de egyszer megérkezel. Titkok könyve igaz, de a vigasztalás értelmében a jövő biztosabb, mint a múlt. Mi a biztos? Most már nézzük a szöveget, hogy a régiek elmúlnak, sőt már itt múlt időben van jövőről szólva is, elmúltak, itt semmi se tart örökké. Ami itt van és most van, csak ideiglenes és múló. Nem csak egy rendszer múlt el az életünkbe, tört össze, bekövetkezett a kollapszus. Nem csak egy nem kívánt szocializmusból megyünk át egy kontrollálhatatlan kapitalizmusba, hanem minden múlik, viszonylagos, amit ígérnek, az is a régihez tartozik, itt minden új, amit ember ígér, a régihez tartozik, mulandóság alá vettetett. Nem akarok most középkori, klasszikus haláltánc balladákat idézni, de zseniálisnak tartom, hogy összetudták foglalni, hogy király és bohóc, és paraszt és főpap biztos, hogy meg fog halni. A haláltánc balladákban valami keserűség van, de a most felolvasott igében valami öröm, boldogság. Nincs különbség. Az egész ige hallgató gyülekezet számára evangélium lehet ez az ige. A jövő, ez a jövő, ez biztosabb, mint a múlt. Mi biztos? Kérdezzük tovább. Bizonytalankodó emberek, biztos, hogy Isten készíti az újat. A mennyből száll alá, mondja a régi képben. Nem emberi ígéretek valósulnak meg. Nem választás politikai ígéret halmaz. Nem a szakértők produktuma. Isten az új, a valódi új teremtője. Én már nem hiszem, ha bármilyen paradicsomot ígérnek az emberek, ha Happy Landet vagy a szép új világot, mert tapasztaltam, hogy minden emberi tervezés után valami más jön, mint amit szántak. De hiszem azt, amit a Jelenések könyve mond, és ezért boldog jövő felé megyek, az időtlen jövő, az örökké valóság felé, mert ő készíti az újat, ahogy hallottuk. Mi a biztos? Anélkül, hogy kiszíneznénk a mennyei Jeruzsálemet, vagy az örök életet, eszerint a textus szerint biztos, hogy Isten együtt lakik az emberekkel. A jelenléte biztos és megtapasztalható, hogy a mi hitünk az látássá lesz, hogy ő együtt lesz népével, ahogy az Exodus a kivonulás idején volt, és ahogy már valami ízelítőt kaptunk karácsonykor ebből, ahogy a János 1.14 mondja, hogy az ige testté lett és lakozott, sátorozott mi közöttünk, ugyanez a kifejezés van itt is. Az ő népével együtt lesz, nem csak ideig, óráig, hanem örökké. És az ő népével találkozunk, nem egy templommal. Most nagyon szeretném, ha nem értene félre a gyülekezet. Én nagyon szeretem a templomokat, és boldog vagyok, hogy olyan könyvek jelenhetnek meg, mint Evangélikus templomok Magyarországon, vagy a legújabb kis könyv a budapesti templomok, 49 budapesti templom 7 felekezetből, a Corvina kiadónál kapható ez a kis drága könyv, egyik szerzője, a mi gyülekezetünk tagja is.
és boldog vagyok, hogy kézbe lehet venni, de én azt hiszem, hogy nem a kőbe zárt egyház, a templom épület az, ami ránk vár. A mennyei Jeruzsálemben nincs is ilyen. Michelangelo életrajzát nevezte egyik regényesen földolgozó életírója, Karel Schulz, kőbe zárt fájdalomnak. És tudom azt, hogy a firenzei San Lorenzo kápolnában az éj talapzatán ott van egy szonett három sora, ami így hangzik: könnyebb az álom kőben élve álnom, nem hallanom a harcot és a vádat, boldog, aki a mából mit sem láthat, Lábújhegyen jár, ne zavard az álmom. Ha az egyház kőbe zárt egyház, csak templom, akkor nagyon keveset értünk meg belőle. Műemlék lehet, drága, kulturális érték. Művészei talán teológusok és mérnökök, egyszerre építészek. De nem a kőbe zárt egyház vár ránk, hanem az Isten, az élő Isten élő népe. Emberek, ugye nem értik félre, testvéreim, becsülöm én a templomot, Isten népe ideglenes lakóhelyét. Boldog vagyok, hogy láttam több százat belőle Európában és más kontinensen is, de tudom, hogy Isten népe több, mint a kőbevésett egyház. Volt az első századokban is Istennek népe, amikor még nem volt keresztény templom, és nem a templomtól függ ez ideglenes lakóhelyünk, az egyház, az Isten népe sorsa, élete, és boldog vagyok, hogy ezt hallom, hogy Isten lesz minden, mindenekben ővele találkozunk, és az ő népével, élő emberekkel, nem egy templomot, egy csodálatosat, egy még soha nem látottat látok majd meg, hanem az Isten népével találkozom. Mi a biztos? Biztos a megfordított helyzet, hogy közel kerül az Isten, aki sokszor oly távol van, amikor éppen bajba vagyunk, és nagyon közel van a panasz és a jajszó, de azt olvasom, hogy megfordul a helyzet, letöröl minden könnyet az arcunkról, és halál, gyász, kiáltás nem lesz többé, sem fájdalom. Micsoda szavak! Mennyi mindent átéltünk ebből. Isten távolságban szűkölködtünk, és itt azt ígéri az ige, hogy mindez, ami annyira emberi, ott már nem lesz velünk, ott az Isten lesz közel, és az az örök szomjúság, ami bennünk él, egzisztenciális szomjúság, amit semmi és senki itt meg nem elégíthet igazán, ezt az ígéretet kapja, hogy én a szomjazónak adok az élet vizéből ingyen. Valaki megelégít. Biztos, mi a biztos? Hogy egy ismerősünk lesz ott, ő. Az alfa és omega, ezek nem csak betűk, a kezdet és a vég. A legnagyobb tudós is, ha becsületes, a kezdetről, a végről csak hipotézisekben mer beszélni. A Szentírás merészebb, az Isten merészebb, ő a kezdet és a vég, ő az egyetlen ismerősünk. Aki már lakozott itt közöttünk, az ember arcú Isten, akire ráismerhettünk, aki kimondta már egyszer ezt a bűvös szót, elvégeztetett, ahogy a teremtéskor egyszer hangzott a legyen után, és ahogy itt a könyv végén hangzik újra, hogy megtörtént vagy elvégeztetett, ezek valóban igaz és megbízható szavak. Mi a biztos, hogy vele találkozunk? Nem színezünk mi semmit ki abból, amit örök életnek hívunk. De lehet-e ennél színesebbet, drágábbat, szebbet, boldogítóbbat mondani, hogy vele találkozunk, az adakozó Istennel. Minden más Isten sokba kerül az embereknek, vallották a francia fölvilágosultak, és igazuk volt, az ember kreálta Isten, a bálvány, az mindig sokba kerül. Pénz, termény, gyerek, ember, áldozat kell, de van valaki, aki nem az Istenek közül egy, hanem az Isten, és ő nem kér, koldul, könyörög, követel, hanem ad.
az adakozó Istennel találkozunk, azt olvassuk, az Ószövetség és az Új Szövetség tele van azzal, hogy Isten ad valamit, sőt ad valakit, és vele együtt mindent ad nekünk. Gazdag Isten teheti. Van miből? Vár ránk örökség, olvasom itt. Nem juss, mint amit a tékozló fiú kivehetett itt ideig, óráig való, hanem örökség, drága kincs. Nem jár, nem dolgoztunk megérte, és mégis ígéretünk van rá. Érdemtelenül kapjuk, de kapjuk. Én boldog vagyok, hogy ez az ige kerül elénk az egyházi év végén. És nem szégyellem az egyház specifikumát, ezt a mondani valót, amit csak mi tudunk mondani, akik hiszünk benne, az örök élet beszédét, ahogy Péter is ezért maradt meg Jézus mellett, hát hova mehetnénk, hát kihez? Újságíró, diplomata, püspök, ember, ki mondhat valami ilyet, amiben bele lehet kapaszkodni? Kihez mehetnénk, Urunk, az örök élet beszéde nálad van, és ki mondaná helyettünk? Ha nem mondjuk, akkor valami etikummá válik az egész mondani valunk, valami morális bölcsességé. Ennek a bűvöletében él sokszor egyházunk, és templomokban, vagy dogmákban, vagy könyvekben gondolkozik. Itt sokkal többről van szó. Ma a luteránia és szólistái ébrezgetnek bennünket. Wachet auf! Emberek, keresztények, gyülekezet, figyeljetek, ne aludjatok, el ne feledkezzetek. Ezer gondú, 1993-ban élő emberek. A jövő biztosabb, mint a múlt. Amen. Urunk, köszönjük ígéreteidet. Te ismered múltunkat, jelenünket, holnapunkat is. Köszönjük, hogy az örök élet jövője is előttünk áll. Köszönjük, hogy várhatunk valamit és valakit. Köszönjük, hogy készítettél számunkra találkozást. Adj bátor hitet, hogy ezen a vasárnapon ne csak emlékezzünk arra, ami történt velünk, hanem tudjunk bátran reménykedni mindabban, amit te ígérsz. Amen.